A gumicukorka kedvelt édesség, amely nevét gumis, zselés állagáról kapta, fő összetevőjének a zselatinnak köszönhetően jól ízesíthető és színezhető. Többnyire gyümölcsös vagy kólás ízesítéssel a legkülönbözőbb formában kerül piacra. Magyarországon a gumicukorka összetételét a Magyar Élelmiszerkönyv szabályozza, ez szerint cukor, glükosszirup, esetleg invert cukorszirup és zselésítő anyagok felhasználásával készül, ízesített és színezett, öntéssel alakított, esetenként panírozott, gumiszerűen rugalmas, puha cukorka. A jellegzetes gumis, rágó állag úgy érhető el, hogy a 6-8 tömegszázaléknyi zselatin tartalmazó szirupot befőzik, majd száraz levegővel szárítják, míg a víztartalom 18 tömegszázaléknyira nem csökken. A cukorka felületét ezután paraffin olajjal kezelik, amitől fényes lesz és nem fog ragadni. A gumicukrot a londoni Charles Gordon Maynard találta fel 1909-ben, a figura megalkotásának ötlete Hans Riegel nevéhez fűződik. 1922-ben táncoló medve figurát készített mézgából, hasonlót azokhoz, amelyek ezek az időkben a vásárlók attrakcióinak számítottak. Az eredeti maci nagyobb méretű volt, majd egy idővel 22 mm-esre változott, és Teddy maci formájúvá alakult. 1925-től kezdve édes gyökérből is készítették, a legelső években a napi termékeket Hans Riegel felesége biciklin szállította a megrendelőkhöz. A fogyasztás évről évre növekedett, a Haribo maci pedig jelképe lett a gumicukroknak. A Haribo cég napjainkban több mint 6000 embert foglalkoztat üzemeiben, termékei reklámozására pedig 97 millió eurót fordít évente. A gumimaci receptje évek óta változatlan, ami szirupból, cukorból, szőlőcukorból, zselatinból és különféle aromákból áll. A keverés aránya azonban ma is féltve őrzött titok. A formába öntött és 5 napon átszárított Haribo macikat elkészültük után méh viasszal vonják be, és becsomagolva szétküldik a világ minden részébe. A cég európai üzemeit naponta mintegy 80 millió gumimaci hagyja el. A gumicukrok más ízűek az Egyesült Államokban. Az USA-ban nem csak, hogy a Goldbeersnek egyel kevesebb íze van, mint Európában, hanem más recept alapján készülnek, hogy az európai fajta valamivel természetesebb legyen. Elfogadták a makkot fizetőeszközként. Riegel senior az 1930-as években indította el azt a hagyományt, amely szerint a gyerekek minden év október végén a gyárban cserélhették a makkot gumicukorra. Van vegetáriánus változatuk is, a finom sertéshús zselatinnak köszönhetően a Haribo gyakorlatilag nem vegetáriánus, de zselatinmentes goldbeert is készítenek. A gumicukrok hamarosan megtisztíthatják a fogakat, a Haribo szorgalmas tudósai jelenleg egy fogvédő, szilittel töltött gumicukor kifejlesztésén dolgoznak. Az emberek gumimaciból készített dolgokat árulnak, ez a darab például 6500 dollárért kelt el. Ez az ikonikus arannyal bélelt zacskó édes, ártatlan gumimackókkal sötét titkot rejthet. Az Ard Német műsorszolgáltató dokumentumfilmje azt állítja, hogy a cukorkagyártó Haribo gumimackóit olyan összetevők felhasználásával készítik, amelyeket Brazíliában szinte rabszolgamunkások tenyésztettek ki, és olyan bántalmazó állattenyésztőktől származnak, amelyeknél disznók vándorolnak saját halottaik rothadó tetemei között. A vádak arra késztették a Riad Haribót, hogy megkezdje ellátási láncának folyamatos auditálását, és egy lefordított közleményben megerősítse, hogy a bemutatott sertéstelepen és a brazil ültetvényeken a körülmények nem elfogadhatóak, és hogy a Haribo nagyon komolyan veszi az állításokat. A vádak komoly csapást mértek a közösségi médiában megjelent gumimaci rajongókra, akik az ártatlanság és a gyermekkor szimbólumának tekintik a gyümölcsös cukorkákat. A dokumentumfilm azt állítja, hogy a munkások napi 12 dollárt keresnek, kénytelenek a szabadba vagy az autójukba aludni, nincs hozzáférésük a WC-hez, és a közeli folyókból isznak vizet. Egy brazil munkaügyi tisztviselő azt mondta a film készítőinek a dokumentumfilmben, hogy a körülmények rabszolgaságnak mondhatók, és a munkásokat tárgyként kezelik. A filmben egy észak-németországi sertéstelepről készült felvétel is szerepelt. A felvételen disznók láthatók, amint az ójukba bolyonganak, ürülékkel és nyílt sebekkel borítva, és körbejárják az elhunyt disznók testét. A Haribo felemelkedése. Még mindig volt egy lyuk a szeszélyes gumicukorkák piacán, és a Haribo lett az, aki kitöltötte. Hans Riegel 1920-ban alapította meg az édességgyártó céget, miután otthagyta az édességgyári állását, a Haribo név kereszt és vezetéknevének és szülővárosának a németországi Bonnnak a portékája. A Haribo első termékei a Riegel szintelen kemény cukorkák voltak, amelyeket otthon készített részfazékban. Édességeit helyi utcai vásárokon árulta és biciklivel szállította ki a feleségével. Jól fogytak, de nem elég jól ahhoz, hogy a működését a következő szintre emeljék. Aztán 1922-ben az az ötlete támadt, hogy a gyümölcsízű zselatint medve formára formálja.
Ez az édes finomság sikerre vitte a Haribót, és végül világméretű megszállottságot indított el a formázott gumicukorkák iránt. De miért döntött úgy Riegel, hogy oroszlánok és tigrisek helyett medvékről mintázza a gumicukrokat? Az alakzat egy évszázados múltra visszatekintő európai hagyomány tiszteleteként jött létre, a kiképzett, táncoló medvék a középkorban váltak népszerűvé, és a 20. századig is megmaradtak. 100 évvel ezelőtt még gyakori látvány volt a német fesztiválokon, így Riegel tudta, hogy ez egy olyan kép, amelyet vásárlói felismernek. Köszi szépen, hogy megnézted a videót, ha tetszett, dobj egy lájkot, és ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket, hogy ne maradj le az újabb kontentekről.